Alex, a titkos trükköző. Jess, a szexis szélhámos. Paul, a megtévesztő művész. Schwindlerek, 22. rész. Feltárjuk önök előtt a mai szélhámosok leggyakoribb átveréseinek titkait. Csalóink, Alex a titkos trükköző, Jess a szexis szélhámos, és Paul a megtévesztő művész. Beutazzák az országot és rejtett kameráink előtt bemutatják a leggyakoribb átveréseket. A műsor szereplőit valóban becsapták. Miután visszakapták a pénzüket, hozzájárultak ahhoz, hogy a felvételeket bemutassuk. Így önök nem fognak bedőlni ugyanezeknek a trükköknek. A most következő trükk az egyik leggyakoribb internetes átverés alapja. Valójában évtizedek óta játsszák. Mondhatni antik darab. Paul vásárolni indul, amihez szüksége lesz a csekk füzetére. Vajon miért tépkedi ki belőle az összes lapot, kivéve az utolsót? Így készül elő a most következő túlfizetés trükkre. Paul megbízható üzletembernek öltözve megcéloz egy régiségboltot, hogy előadjon egy klasszikus átverést. Az ajtóban álló őrbábú nem nyújt védelmet a tapasztalt Schwindler ellen. Paul első dolga az, hogy kiderítse, ki a tulajdonos. Elvesz a pultról egy névjegykártyát, és úgy tesz, mintha nézelődne. Valójában csak a névre kíváncsi. A tulajdonos nőt Joanne-nek hívják. Egyértelmű, hogy nem ő az eladó. Jó napot! Jó napot kívánok! Ez jó hír Paul számára. Joanne bent van? Most éppen nincs, én helyettesítem. Paul a keresztnevén szólítja a főnök asszonyt, ezért az eladó bízik benne. Szóljon, ha bármiben segíthetek. Úgy lesz, köszönöm. Az egyik ügyfelemnek keresek valamit. Paul végignézi a régiségeket, és egy fadoboz kelti fel az érdeklődését. Elnézést! Ez mennyibe kerül? Rózsafa teás doboz, 350 plusz többletértékadó. Itt maradhat egy kis ideig? A rózsafa teás doboz 350 font plusz adó, de Paul még nem döntött. Újra körbejárja a boltot. Most olyan árut keres, ami fele annyiba kerül, mint a doboz. Ez fontos eleme a csalásnak. Felfedez egy mellszobrot. Az ára nettó 175 font, ezt is a pulthoz viszi. Azt hiszem, a mellszobor mellett döntök. Paul már rég döntött. A mellszobor ára bruttó 205 font. Paul távolabb lép a pulttól, hogy megírhassa a csekket. Emlékeznek? Ez az utolsó lap a csekkfüzetében, és Paul véletlenül a teás doboz árát, 350 fontot ír rá. Tessék! Köszönöm! Remek! A mellszobor csak 175 font, ha jól értettem, azt kéri. Igen. Az 175 font. Nem 350? Nem, a doboz annyi. Elnézést! Szabad a tollát, írok egy másik csekket. Elnézést! Látja, olcsóbb, mint gondolta. Ez volt az utolsó csekkem. Nem javíthatja át. Nem. De bosszantó, bizony komoly a gond. Szerencsére Paul tudja a megoldást. Adóval együtt mennyi? 205 font. Sajnos muszáj ma megvennem, különben holnapra hoznék másik csekket. Lehetséges, hogy ezt itt hagyom, és maga készpénzben kifizeti a különbséget? Miért is ne? Rendben. Az mennyi is? Adom a 350-es csekket, a szobor 205. Akkor maga ad nekem 145 fontot, és egálban vagyunk. Igen. Inkább számolja át, sosem ment a matek.
Paul szándékosan fizetett többet a mellszoborért, az eladó pedig, aki nem veszi észre, hogy becsapják, készpénzben kifizeti a különbséget. 145. Amikor a pénz gazdát cserél, a csalás megtörtént. Az eladó még örül, de a mosoly lefagy az arcáról, amint belegondol, mi is történt. Paul távozott 145 fonttal, valamint egy 200 fontos szoborral, amiért cserében egy nagyon gyanús csekket hagyott. Betértünk a régiségboltba, ahol a kereskedő kezd rájönni, hogy átverték. Tudta a tulaj nevét, megkérdezte, bent van-e, így hagytam, hogy csekkel fizessen. Joanne bent van? Nincs, én helyettesítem. Kiállított egy csekket 350 fontról, majd azt mondta, hogy az az utolsó csekkje. Ez az utolsó csekkem. Lehetséges, hogy ezt itt hagyom, és maga készpénzben kifizeti a különbséget? Miért is ne? Adta a csekket, én pedig kifizettem neki a különbséget. 145. Köszönöm. Kérem. Ez nagy hiba volt? Ennek a csalásnak a változatai nagyon gyakoriak az interneten. Tegyük fel, hogy önök egy aukciós honlapon próbálnak elárverezni valamit. Az árut megveszik, küldik a csekket, de nagyobb összegről állították ki. Önök küldik az árut és a csekket a különbözetről. Az önök csekje érvényes, az övék viszont nem. A bank jelzi, hogy nincs fedezet, így önök elveszítik a pénzüket, fizetnek nekik, és még az árunak is annyi. Ha valaki nagyobb összegről állít ki önöknek csekket, ne fogadják el. Kérjenek másikat, amin a helyes összeg szerepel. Ez az egyik legpofátlanabb csalás. Nem csak ellopnak önöktől valamit, hanem még fizetniük is kell ezért. Nagy pofátlanság, de ügyes. Most már felismerik ezt a trükköt. Ne fizessenek azért, hogy meglopják önöket. Akinek mobiltelefonja van, az a csalók célpontja. Ahányszor csak felhív valakit, lehet, hogy az ő zsebüket tömi. Megijesztettük? Nem baj. Következzen az emelt díjas mobilcsalás. Alexnek olyan balekokra van szüksége, akik néhány percig egy helyben vannak. Ilyen a forgalmas kávézó. Rejtett kameráink mindent rögzítenek. Alex a kávézó közepén lévő asztalhoz ül, ahol körülveszik a potenciális áldozatok. Egy teát kérnék. Egy teát. Igen, egy teát. Alex tehát mobiltelefonokra vadászik. Úgy állítja a székét, hogy szerencsét próbálhasson a mögötte ülő kabátjával. Bingo! Megvan a telefon. Alex azonban nem akarja megtartani. Néhány másodpercig játszik a billentyűkön, aztán visszateszi a kabát zsebbe, anélkül, hogy bárki is észrevenné. Kockázatos, de sok pénzt fog hozni. Jöhet a következő mobil, amihez új helyet kell keresnie. Elnézést, kérhetnék egy kanalat? Köszönöm szépen. Alex visszatér ugyanahoz az asztalhoz, de most a szemközti székre ül le. Ideális hely a következő fogáshoz. Megvan a telefon, és Alex ismét a billentyűkkel játszik. A balek indulni készül. Veszélyes helyzet, Alexnek gyorsan ki kell találnia, hogyan adja vissza a mobilt a tulajdonosnak. Elnézést! A magáé? Hallottam, ahogy koppant. Eljátsza az irgalmas szamaritánust. Senki sem vett észre semmit. De ezen a mobilon a következő hívás percenként 2,5 fontba fog kerülni, melynek nagy része a csaló zsebébe folyik. Lássuk, hogyan. Azok a csalók, akik a mobilokra specializálódtak, ismerik a forgalomban lévő összes telefont. Nekünk is van néhány fajta. Melyiket használjuk? Ezt.
Jól van, rendben. Megmutatom, hogyan csinálják. Belépek a beállítások menüpontba. Menü, beállítások, aztán hívás beállítások. A hívókártyákat vagy a rögzített kártyákat keresem. Ezen hívókártya van. Ha át akarom állítani, kér egy kódot. Be kell ütnem a biztonsági kódot. Itt arra hagyatkozom, hogy a legtöbb ember nem változtatja meg a gyári jelszót, ami a legtöbb készüléken ugyanaz. 0000, enter. Be tudok lépni, vagyis nem változtatták meg a kódját. Ha használják a kódot, az ilyen csalók 90%-át megállítják. Ha a csaló megszerzi a mobilt és a készülék a biztonsági kódot kéri, nem kezd el találgatni. Lehet, hogy ellopja a készüléket és feltöri a kódot, aztán eladja a mobilt. De az ilyen csalások általában nem erről szólnak. Ha nem a mobil lopás a cél, hogyan szereznek pénzt a csalók? Nagyon csalafinta módon. Azt mondom neki, hogy hívjon fel egy hívókártyát, vagyis ezt a számot fogja tárcsázni minden egyes hívás előtt. Azt mondom neki, hívjon egy másik telefont, az egyiket ezek közül, így né. Meg is van. Most pedig felhívunk valakit. Kit hívjunk? Az 1-2-3-at. 1-2-3, a pontos idő. Az 1-2-3-at hívom. Azt is írja ki, hogy az 1-2-3-at hívja, mégis ez a telefon csöng. A hívás átmegy egy szerveren. A hívott személy felveszi a telefont, de mivel a megadott számon is átmegy a hívás, az percenként 250-be kerül. Ez a nő egy órája járt a kávézóban, most pedig felhív valakit. A híváson a csalók sokat nyernek, ő pedig egy vagyont veszít. Mielőtt a hívás befutna a hívott félhez, áthalad egy MLD-as számon, amit a svindlerek hoztak létre. Mostantól kezdve minden beszélgetés percenként 2,5 fontba kerül. Ez a csalás több ezer fontba kerülhet önöknek, és az a gond, hogy észre sem veszik, amíg ki nem nyitják a számlát. Akkor viszont már késő. Az ilyen trükkök esetén a hallgatás aranyat ér. A folytatásban. Jess bevásárlókörútra indul svindler stílusban. Ezt az embert játékból játsszuk ki. Jaj, ne! A svindlerek most bemutatják, hogyan kell ingyen italt nyerni fogadással egy bár gyanútlan vendégeitől. Az átverésnek az a trükkje, hogy a balek azt hiszi, a fogadásnak csak egy kimenetele lehet. És tényleg csak egyféleképpen végződhet, úgy, ahogy a csaló akarja. Figyeljenek és okuljanak! A fogadás trükk. Svindlereink egy bárban szórakoznak, mikor elfogy az italuk. Ez a baráti társaság még nem tudja, hogy ők fizetik Paul következő italát. Tudok egy trükköt, nagyon jó kis trükk. Érdemes megtanulni, mert elképesztő. De csak akkor érdemes bemutatni, ha kapok egy italt. Látok ott néhány minőségi viszkit. Ha megmutatom, fizetitek az italt? Egy viszkit. Megmutatom, mit lehet csinálni egy fémlánccal. Nézzétek meg, nincs elszakadva semmi ilyesmi. A trükkhöz kellene egy gyűrű is. Levennéd a gyűrűdet? Fűzzük fel ide a láncra. Jó. Látjátok? Itt van rajta a láncon. Igen. Tartsd fel a hüvelyk ujjadat, én pedig a láncot ráakasztom. Vidd egy kicsit távolabb az ujjadat, most tartsd fel a másik hüvelyk ujjadat is. Ezt a végét erre akasztjuk rá, így. A lehető legközelebb tartsd hozzám a láncot, de kicsit feszesebben. Tehát a gyűrű itt van a láncon. Csak úgy tudnánk levenni róla, ha a láncot leszednénk a hüvelyk ujjadról. Aztán lehúznánk a gyűrűt. Igaz. Ha le tudnám venni a gyűrűt a láncról, igen. Ha le tudom szedni a gyűrűt a láncról, anélkül, hogy a láncot leakasztom az ujjadról, nem akasztom le az ujjadról, a lánc végig rajta marad. Ha megy, fizetsz egy italt? Fizetek. Nem tudod megcsinálni. Mehet? Igen. Lehetetlen? Az. Ha megcsinálom, fizettek. Igen. Rendben? Rendben. Tartsd hozzám közelebb a láncot.
Egy kicsit feszesebben, de ne teljesen. Ez ide megy. Még egy hurkot tettem az ujjadra, de nem vettem le róla. Nem. Még egy hurkot teszek rá, de még mindig nem vettem le semmit. Itt van a gyűrű. Egy kicsit tartsd lazábban. Ettől még nem veszem le a hüvelykujjadról. Szépen lejön. Annak idején kislánykorodban biztos ti is játszottatok ilyesmit. Nem olyan bonyolult. Hogy csináltad? Jó, mi? Nagyon. Ha önök se értik, nézzük meg még egyszer. A gyűrű stabilan lóg a láncon, de mi 4 mozdulattal leszedhetjük róla, amivel ingyen italt szerezhetünk. Megcsavarjuk a láncot, és készítünk egy pici hurkot közel a balek ujjához. Ezután a gyűrű és a saját hurkunk közötti láncszakaszt a balek bal ujjára hurkoljuk. Most a gyűrű másik oldalán lévő láncszakaszt akasztjuk ugyanarra az ujjra, amitől a gyűrű elkezd lefelé csúszni a láncon. Húzzuk magunk felé a gyűrűt. Amikor érezzük a feszülést, elengedjük a saját hurkunkat, a gyűrű pedig varázslatos módon leesik a láncról. Ilyen egyszerű. Mindenki hallott már olyanokról, akik kártyán csaltak, vagy biliárdon. Ha pénzről van szó, minden játékban lehet csalni. A bárban a törzs vendégek a szokásos heti ostábla bajnokságukat vívják. Általában kellemes, nyugalmas esemény, de ma merénylet készül ellenük. Alex és Paul a legjobb játékosok ellen intéz támadást. Az ostáblajáték célja az, hogy korongjainkat gyorsabban körbevigyük a táblán, mint ellenfelünk. A szerencse is közrejátszik, de a stratégiának is nagy szerep jut. Svindlereink az alattomos taktikákat csevetik meg, hogy megvezessék az ellenfelet és egy kis pénzt nyerjenek. Következik az ostábla svindli. Paul tapasztalt, magabiztos játékos. Nem akar duplázni, ugye? Nem. Alex pedig kezdő. Ezt is elnéztem. Micsoda véletlen. A terem 2 ellentétes végén Alex és Paul hamarosan megkeseríti ellenfeleik életét. A módszerük különböző, de mindketten pénzt nyernek. Alex egyelőre veszít. Köszönöm szépen. Rég játszottam. Az nyer, aki először körbeér az összes koronggal. A dobókockán lévő szám mutatja, milyen gyorsan haladhatunk. Aki párban dobja ki ugyanazt a számot, az duplán lépheti le a kockák összegét és gyorsabban ér célba. Dupla 4-es, amikor szükség van rá. Holtól egy pillanatra sem fordul el a szerencse, ellenfele kissé ideges. Paul mindig annyit dob, amennyi kell. A sok páros dobás már-már bosszantó. Jaj, ne! Alexre viszont csak nem mosolyog a szerencse. Ez már kegyetlen? Most látom, hogy kihagytam egy lehetőséget. Bizonytalansága növeli ellenfele magabiztosságát, aki csodálkozik a szerencséjén. Még jó tanácsokkal is ellátja Alexet. Ebben nem érdemes belemenni, mert többet veszít, mint nyer. Rájöttem. A tanács süket fülekre talál, és Alex ismét veszít. A balek egyre önelégültebb. Próbálok nem kárőrrendő lenni, de nem megy. Maga sokat veszített, én viszont megdupláztam a pénzem. Ahogy mondja. Szörnyű, milyen önelégült tud lenni az ember. Alex úgy dönt, emeli a tétet. Az utolsónak adjuk meg a módját. Mennyi pénze van? 50 font. A tét immár 50 font. Ha Alex továbbra is úgy játszik, mint eddig, búcsút mondhat a pénzének. A terem túlsó felén Paul is emeli a tétet. 5 font per korong. Jó, 5 font. A vesztesnek fizetnie kell a táblán maradt összes korongért. A játék így még izgalmasabb. Paul ismét párost dob. So we're both playing a running game.
És Paul megint szerencsés, dupla ötös. Minden párosomra páros dob. Dupla hatos. A másik asztalnál már érdemes játszani. Alex szerencséje fordul. Jaj. Ez bejött. Ez be. Mázlin volt. Igen. Svindlereinken persze nem a szerencse segít. Paul a földbe döngöli ellenfelét. Még egy dobás, és a játéknak vége. Paul kezében ördögi szerencsével forog a kocka. Ellenfelének nincs semmi esélye. Van pénze? Mennyi? 20 font. Sorry. Bocs. A másik asztalnál Alex egyre inkább ráérez a játék ízére. Jaj. Zsinórban. Zsinórban. Azt mondják, vaktyúk is talál szemet. Vaktyúk. Vaktyúk. Még néhány ügyes húzás és Alexé a győzelem. Kitűnő. Bravo. Bezsebeli a Balek 50 fontját. Szép summa. Most már ő az önelégült. Köszönjük. Nincs mit. Lehet, hogy svindlereinket nem szívesen látják viszont, de teli zsebbel távoznak. Lássuk, hogyan csinálták. Minden játékot meg lehet nyerni, a kérdés csak az, hogy hogyan. A legtöbb játékhoz ügyességgel. Ebben az esetben az úgynevezett kontrollált dobás technikáját vetettem be. Úgy tartom a kezemben a dobókockát, hogy dobás közben befolyásolni tudom az eredményt. A kockát inkább pörgetem, nem gurítom végig az asztalon. Megpörgetem egyenesen neki a tábla sarkának. Ha így pörgetem a kockát, garantált az eredmény. Megpróbálok dupla hatos dobni. Tessék! Nem muszáj a tábla sarkánál pörgetni. Ha ügyes vagyok, a széle is megteszi. Ilyen egyszerű dupla ötös dobni, ha az kell, vagy dupla hatost, ha az. Bármikor tudok páros dobni, én irányítom a kockát. Négyes. Ez behozhatatlan előnyt biztosít, különösen a játék végén. Bárhogy is játszik az ellenfél, mindent meg lehet nyerni, bármilyen valószínűtlennek is tűnik. A kontrollált dobás elsajátítása időbe telik. A csaló nem gurítja a kockát, hanem pörgeti. Ügyes technika, ami könnyű győzelemhez segít. Én nem alkalmaztam a kontrollált dobást. Inkább a megtévesztésre hagyatkoztam. Hogy is volt, elég rég játszottam. Az első néhány körben a saját ügyességi szintem alatt játszottam. Nem sokkal alatta, de alatta. Most látom, hogy ezt kihagytam. Elkövettem néhány olyan hibát, ami a kezdőkre val, de nem túl nagyokat, hogy ne legyen gyanús. Duplázzuk meg. Amikor azt javaslom az ellenfelemnek, hogy játszunk dupla vagy semmit, az ő önbizalma már olyan erős, hogy azonnal elfogadja az ajánlatomat. Boldogan emeli a tétet, és ez az a pillanat, amikor elkezdek valamivel az ő szintje fölött játszani. Aztán besöpröm a pénzt. Ha csalt, én semmit sem vettem észre. Nem láttam, hogyan csinálta. Semmi sem utalt csalásra. Egy kissé elbíztam magam. Négy játékot nyertem zsinórban. Ez magabiztossá teszi az embert, és könnyen elhiszi, hogy az ellenfele nem olyan jó játékos, mint valójában. Lehet, hogy jobb játékos, mint gondoltam. Nagyon ügyesen csinálta, igazi profi. Azt hiszem, soha többé nem játszom pénzben. Az információ nagyon értékes lehet. A svindlerek lépést tartanak a technika fejlődésével, és hasznot húznak belőle. Minden nap új kütyük és ketyerék jelennek meg az üzletekben, de drága mulatság lépést tartani a technika fejlődésével. A csekk vagy igazolvány hamisításokhoz például a csalóknak szükségük van a legjobb szoftverekre. Persze nem áll szándékukban fizetni érte. Jess azt tervezi, hogy besétál egy szaküzletbe és ingyen letölt néhány drága szoftvert. Következik a szoftverlopás. Jess fog egy hordozható merevlemezt, beleteszi a megfelelő tokba, amit a pólójához rögzít. A merevlemez 100 fontjába került és hamar megtérül az ára. A kábelt végigvezeti a karjánál, majd felveszi a jackijét. Az USB csatlakozó a tenyerében van. Bármelyik számítógépre rá tudja kapcsolni. Jess besétál egy elegáns üzletbe, ahol ingyen próbálja beszerezni a több ezer fontot érő programokat.
körbejár és kiválasztja azt a gépet, amin rajta van az áhított szoftver. Gyorsan munkához lát, miután meggyőződik arról, hogy az elfoglalt eladók nem figyelik, mit csinál. Csatlakozik a komputerre, kiválasztja, majd letölti a kívánt programokat. A szalonokban kiállított gépeken megtalálhatók a legújabb multimédiás szoftverek azért, hogy a vásárlók kipróbálhassák. Sokba kerülnek, és Jess néhány perc alatt letölti mindet. Sorra járja a gépeket, és néhány kattintással beszerzi a legújabb nélkülözhetetlen szoftver csodákat. A letöltés néhány percet vesz igénybe, és Jessnek ügyelnie kell arra, nem szúrták-e ki. A lopást nem veszik észre sem az eladók, sem a biztonsági őrök. Úgy dönt, mégse vásárol semmit, és kisétál az üzletből. Valójában ott van már a kabát ujjába rejtett hordozható merevlemezen a sok ezer fontot érő szoftvercsomag. Így lopnak szoftvert a svindlerek. Fogom a merevlemezt, és csatlakoztatom a számítógépemhez. Néhány másodperc múlva már meg is jelenik az asztalon. Belépek az alkalmazásokba, és ott is van. Kiválasztom azt, ami kell, és áthúzom a gépemre. Ennyi az egész. Megszereztem minden információt. Ennek a csalásnak az a leggyakoribb változata, hogy valaki besétál egy irodába, és letölti például a számlainformációkat, vagy a fontos céges adatokat. Bárki tenyerében elférnek azok az eszközök, amelyeken több százezer oldalnyi információ tárolható. Ez sok cég számára ijesztően hangzik, mert azt jelenti, hogy egy 5 percre őrizetlenül hagyott számítógépről bárki letöltheti a legfontosabb adatainkat, majd észrevétlenül távozhat. A szaküzletek úgy védekezhetnek a legegyszerűbben, ha a gépeikre jelszavas képernyővédőt telepítenek. Így nem tölthet le bárki bármit a gépekről, mert a programokhoz csak a jelszót ismerő eladó tud hozzáférni. Jess egy számítógépes üzletből lopott szoftvert. De gondoljanak csak bele, mennyi információt tárolnak az otthoni számítógépeiken, olyasmiket, amiket nem szeretnének mások orrára kötni. Vagy gondolják el, mi minden található a vállalati komputereken. Egy cigarettatárca, sőt egy gyufásdoboz méretű eszközön elfér egy egész számítógépnyi adat. Úgy, hogy legyenek óvatosak, kitengednek a gépeik közelébe. Ezek a csalások valóban megtörténtek. Jaj, ne! Legyenek óvatosak! Csalók mindenütt akadnak. Ne feledjék, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem az. Közreműködött Lang Balázs, Németh Borbála, Megyeri János, Szokol Péter. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette.